A modern közétkeztetés bevezetésére még 2011-ben adtak ki egy új egységes rendeletet, ami többek között a só és cukor használatát szabályozza a menzákon. A közüzemi konyhákat a Nébih 3-6 fős csoportjai úgynevezett érzékszervi vizsgálat során ellenőrzik. A szakemberek egy kis buszban kialakított mozgó laboratóriummal járják az országot, korábban a fővárosi laborba kellett elküldeni a mintákat. A vizsgálati laboratóriumi háttér korábban csak Budapesten állt rendelkezésre, természetesen ez továbbra is rendelkezésre áll ott is, viszont egy érzékszerű vizsgálatnál nagyon fontos az időfaktor. Tehát azt akkor abban az étkezés időszakban kell megvizsgálni, és akkor kapunk hűképet arról a megjelenéséről, ugyanis érzékszerű vizsgálat, miket nézünk, a megjelenés, a külleme, állaga, szaga, tehát illata, illetve az íze. Ezek mind az idő előrelátával változhatnak, tehát például innen, Szabolcs-Szatmár-Berekből, mire felszállították Budapestre, nem biztos, hogy azokat az eredményeket kapta, amit egy azonnali vizsgálatkor kapnánk. Tiszadada már 5 éve belépett a Mintamenza programba, és az új szemlélet szerint főznek. Itt a könnyebb átállás érdekében fokozatosan vezették be a változásokat. A Nébih ellenőrzésén kiváló minősítést kapott az aznapi menü. Szabolcs-Szatmár megyében elsőként Tiszadadára látogattak el, természetesen bejelentés nélkül, és itt gyakorlatilag egy komplett ételsort kellett felszolgálnunk, ők ezt a laborkocsiukba fölvitték, elemezték, és majd valamikor a délutáni órákban mondtak nekünk eredményt. Örömmel számolhatok be hogy kiváló minősítést kapott az ételünk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ízekre, darabokra szedték szét az aznapi menüsort, és minden összetevőjét, minden tápanyagtartalmát kimutatva, ásványanyagokat, vitaminokat benne, tehát mindent elemeztek, és ezt kész tényként tolmácsolták a számunkra. A település élelmezését ebből a konyhából látják el, és szinte minden nyersanyagot maguknak termelnek, például a sárgarépát, az uborkát és a burgonyát is.